Együttműködő partnerünk a Mix Club. Hey, fly with you, ah. High above the sky, és egy igazi felhő lova van már itt velünk, Nádas Tamás műrepülő világbajnok, szia Tomi! Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket! Én még mindig bennem van az az érzés, gyerekek, az a feeling, amikor beszálltál, soha nem fogom elfelejteni, és az operatőrnek is meséltük, ugye lecsekkoltad ma, hogy én képzeld el, Tomi, én jobban sikítottam szerintem, mint Tomi a gépbe, mikor fejrefordítottad a gépet. Nem mondod. De komolyan, én lent így csináltam, úristen, úristen, és én ugrátoztam. Na most sok ki lesz az új műsorvezető, mi? Nem, reménykedett valójában, hogy hát nem érem túl a történetet. Hát olyan gék voltak, és olyan élmény volt, hogy wow, én sem felejtem. Soha egyébként, ha megkeresitek a Fix TV oldalán, akkor megtaláljátok, nem is tudom, hogy pontosan milyen cím alatt. Mindegy, voltunk nálatok egy ilyen kis versenyen, és akkor elvittél egy körre, fantasztikus volt, de erről kicsit később. Most ami friss élmény, azt gondolom, és hát még benned is él, hisz az egész országban, hiszen nagyon sokan voltak kint, az a kecskeméti repülőnap. Na, kicsit erről mesélj, hiszen te is részt vettél. Hát ez egy fantasztikus repülőnap volt. Először is 2010 óta Magyarországon nem volt Kecskeméten repülőnap. 2010-ben az Európai Érsó Bizottság Európa legjobb érsója díjjal jutalmazta a kecskeméti repülőnapot, és én azt gondolom, hogy ez a mostani repülőnap is közel ilyen, vagy ha nem jobb eredménnyel fog végezni. Fantasztikus programok voltak, itt voltak a világ legnagyobb hadköteléke, az orosz vitézek, a Frecce Tricolori, a Törkisztár, a horvátok, a spanyolok, és még sorolhatnám rengeteg résztvevővel. Gyakorlatilag reggel 8-tól este 8 óráig folyamatosan gép volt a levegőben, rengeteg ember. Az időjárás nagyon kedvezett, már úgy mondom, hogy repülés szempontjából viszont nagyon nagy volt a hőség, de minden esetre élvezhető volt, több mint 100 000 ember a két nap alatt, és hát iszonyatos nagy hangulat. Te mikor, melyik napokon, mind a két napon repültél? Mind a két napon volt olyan szerencsém, hogy főműsoridőben repültem. A horvát kötelék után és a török kötelék a Türkisztár előtt valamikor ez olyan 4 óra környékén történt meg. Hát ugye ezekben a haditechnikai kiállításokon itt azért a kötelékek a legnagyobb sztárok, de emellett azért nyilvánvalóan szóló programok is vannak, de amikor 6-8-10 gép kötelékbe repül, vagy ugye az orosz vitézek, akik ugyane 5-27-esre, tudjátok képzelni, 5 ilyen Su-27-es óriási tolóerővel rendelkező gép, amikor itt szinte álló helyzetből fölveszik függőlegesen, és képes gyorsulni függőlegesen fölfelé, és mindezt 5-en csinálják egymás mellett, hát nagyon nagy élmény volt. Igen, ez fura egyébként, hogy tényleg ugye hadászati eszközök és alapvetően háborúra kitalálva, és különböző országból is végre itt inkább a békét szimbolizálja valahol ez nekem. Ez egy nagyon fontos dolog, amit most mondtál, hogy a világról összegyűlnek ezek a katonapilóták, és mindenki barát, óriási hangárparti van utána, megmutatják egymásnak a technikákat, megismerik egymást, valójában minden repülőnapra már hívják, mennek, tehát egy olyan az egész, mint egy nagy család. Hát én nem tudom, én nem mernék beleűrni. Egyikbe se, szóval minden ismerésem egyébként az egyik szakma, amire azt tudom mondani, hogy meghajolok előttük, a repülőgépvezetőként, képzeld el. Nem csak azért, mert nagyon félek, ugye, hogy amit említettem neked ott is a helyszínen, hogy semmi pénzéletlen, nem azért, de szerintem az egyik legkomolyabb szakma szerintem ez a repülőgépvezetés. Hát felelősség, iszonyat sokat kell tanulni hozzá, és hát azért nem kis gyakorlás. Amit te mondtál, hogy igazából minden, olyan kell finoman kell bánni a repülőgépvezetésben, vagy érezted, amikor a Tomi vezette ugye a gépet. Igen. És a lábaddal, hogy finoman nyomni, érzéken, pedig ezt nem ezt képzeli az ember, ugye, hanem van egy kar is. Hát azt gondolom, hogy a műrepülés ennek valahol a csúcsa, a királynője a repülésnek? Hát magában a kisgépes repülésnek én mindenképp azt gondolom, hogy ez a csúcsa. Tehát ennél többet repülőgépen nem lehet csinálni. De most ugye nyilvánvaló mindig vannak új repülőgépek, újabb technikák, újabb újítások, tehát mindig tud az ember egy picit újat mutatni, egy picit jobban megpörgetni, egy kicsit újat mutatni. Egyébként a világversenyek is van egy olyan szám, a freestyle, ahol külön azt értékelik, hogyha valami újat is tudsz mutatni, és az dob igazán a latba nagyot. Nyilvánvaló, hogy ehhez technika is kell. Tehát mindig kell egy kicsit jobb technika, egy kicsit, amit többet tud a másiktól, és akkor meg lehet vele valamit csinálni, amit idáig nem lehetett.
Kicsit ez nehéz dolgotok van, mert ez is olyan szintben forma egy, hogy mert tényleg már hova tud még fejlődni, azt gondolja az ember, és azért már minden trükköt elvileg megcsináltak, de hát ezek szerint mindig van új, ezért is van az, hogy te is non-stop gyakorlatilag a levegőben vagy. Hány éve is most már? Hát 1998-ban kezdtem a repülési pályafutásomat, gyakorlatilag 28 éves voltam, soha életemben nem érdekelt a repülés, még féltem is tőle egy picit, és kicsaltak Budaörsre, és akkor beültettek egy ilyen kis gépbe. Nem is igazán volt ehhez nekem olyan nagy kedvem, de aztán annyira megfogyott az élmény, hogy utána ott ragadtam a reptéren, és azóta folyamatos repülés van. Ott nem volt van. Fejrefordítás? Ott fejrefordítás még nem volt, ott annyi volt, hogy ez egy nagyon rossz kis Cessna volt, ilyen 5 méteren kinyílt az ajtó, azt a kollega így berángatta, volt ott valami kis drót, azt úgy rátekertük, hogy ne nyíljon ki. Bocs, ilyen kicsit ilyen megmutatom. Igen, kicsit ilyen. Kiesni szólj, tudod. Igen, de körülbelül tényleg ez volt a feeling, majd így 50 méteren a kezembe nyomta, hogy na akkor csináld, és nekem ez annyira tetszett, hogy azóta is a kezembe maradt. Hát és nem kicsit kezeled jól a gépet, azt gondolom. Én fönt egyébként tényleg azt éreztem, hogy mint egy kis gokár, tehát olyan finom mozdulatokra, pedálokra, minden úgy reagált olyan gyorsan, és közben azt se tudtam, hol vagyunk. Tehát azért milyen lélek jelenlét kell nektek oda fönt? Ez külön tréning, vagy erre hogy lehet edzeni? Hát azért azt látni kell, hogy amiben te is ültél, az egy Forma 1-es kategóriás műrepülőgép, tehát a versenygépek között is egy nagyon-nagyon jó szinten áll a mai napig. Tehát innentől fogva iszonyatosan érzékeny, nagyon-nagyon reagál a kormány mozdulatokra. Ezeknek a gépeknek pont ez a lényege, hogy hatalmas kormányfelületekkel, nagyon dinamikus mozgással lehessen a gépet mindenféle aktív helyzetbe belekényszeríteni. Ugye ez valahogy úgy tudjuk elképzelni, mint hogyha az autónak is csak egy kicsit lehetne elmozdítani a kormányát, vagy képzeljük ezt valahol, még vissza lehetne tekerni a kormányt. Tehát egy ilyen borzasztó dinamikus mozgással, a súlylóerőny aránynak a növelésével, és hát ez az, amit éreztél ott te is, hogy egy pillanat alatt a hátára tettük, visszatettük. Gyakorlatilag érzést, hogy lehet megszokni egyébként. Tudod, mert mesélte Atti, hogy ide ez jött, az elcserélődött, itt a máj lement ide. G-fejleszthető vagy a G-ellenállás az emberi testnek, csak tényleg ez ilyen apránként kell. Ezzel a géppel nyerted meg, ha jól tudom, ugye tavaly a Mirepülő világbajnokságot is. Igen, Nyíregyházán a világbajnokságnak a free programját sikerült megnyernem, és ezzel mint önálló világbajnoki címet elnyertem. Ami nagyon nagy élmény volt. Hát külön öröm volt számomra, hogy Magyarországon, magyar színekbe, Kalocsaiba, ugye Kalocsa város mögé már Jameson Button után én voltam az első magyar, akinek szintén ilyen kalocsai mintás overallt ajándékozott, és ugye ez még külön egy olyan nagyon jó pozitív érzést adott, egy nagyon, nagyon lelkileg nagyon serkentett az ember, érezni, hogy egy ilyen kis nemzet, egy város, egy ország ott áll mögötte és szurkol neki, ez azért egy óriási érzés. És egy itthoni légtérben nyomni ezt azért, ez egy külön-külön élmény ezáltal. Mikor kezdtél el versenyezni, kicsit az eredményeidet, azt gyorsan futtassuk át, ha valaki esetleg nem ismer, és egyébként nem keresne rád, mert tegyétek meg, mert minden fönn van a neten amúgy. Hát én nekem az volt az elvem, ahogy leszálltunk ott rögtön Budaörsön, hogyha egy gép három dimenzióban tud mozogni, akkor azt nekem meg kell tanulnom. És én kezdettől kezdve engem a műrepülés érdekelt, de ez ugye hát ez 89-ben, ez nem volt ez olyan egyszerű történet, mert akkor bomlott fel ugye ez az MHS rendszer, ami addig volt. Nem volt gép, nem volt oktató, nem voltak oktatószervezetek, tehát gyakorlatilag egy ilyen légüres tér volt, és elég komoly fejtörést okozott, hogy először is szerezzünk gépet, amivel lehet tanulni műrepülni, tehát szerezzünk oktatót, aki ezt egyáltalán hajlandó vállalni. És akkor hát először elkezdtünk egy Z142-essel, az akkori pilóta oktatómmal. Ott ugye az első 2-3 leborítás után kiderült, hogy ezen túl kell lépni, mert se a gép, se az oktató, se én, tehát ez így nem fog menni. És akkor az első pilóta oktatóm Darvasi Tamás megkereste Kaszab Andit, aki akkor a hadseregből már eljött, de a hadseregnek volt az egyik fő kiképző tisztje, tehát gyakorlatilag a szolnoki kiképzőiskolát vezette, mint vezető kiképző. Majd kerestünk egy JAK-52-est, ami szintén nem volt egy egyszerű dolog, mert Összvisz 2 volt azt hiszem akkor az országba, és akkor ez a Bandival elkezdtünk műrepülni, de most ugye azt azért tudni kell, hogy amikor az ember megtanul egy Cessnán repülni, és ugye átül mondjuk egy ilyen JAK-52-es repülőgépbe, ami egy miniatúr vadászgép, és a volt szocialista országok, a KGST összes vadászpilótája ezen kezdett el annó repülni, és mindenféle technika kütyű van hozzá, akkor az ember azt érzi, hogy
nem tud repülni, elfelejtett repülni. Másrészt ezekről a gépekről, mivel elég sok lepotyogott, legendák járják, hogy így bedugózik, úgy bedugózik, ebből a figurából nem jön ki, abból fördik, pörög, stb. Én is úgy féltem tőle, mint ördög a tömjéntől. Tehát emlékszem, hogy az első dugóhúzomnál Bandival vitatkoztunk, hogy mondtam, 2500 méter az alja. Bandi mondta, hogy 1500 méter, ne hülyeskedj, meghalok, de majd ő megtanítja nekem, és akkor jó. Élesbe nyomtátok, hogy lesz, ahogy lesz. De ez tényleg így volt egyébként, aztán szépen step by step, amikor az ember megtapasztalja a gépnek a korlátait, meg hogy mit lehet, hogy lehet, aztán rájön, hogy ezek a legendák is olyanok, hogy nagyon sok ember csak mesél, és hogyha megkérdezett, hogy na te mennyit repültél ezen a gépen, akkor kiderül, hogy ő nem is repült soha, de látott már olyat, aki hallott erről. Jó, és ez a tipikus alból indul délet. Igen, körülbelül, és akkor rájön. Ez. Természetesen azért ezeknek a legendáknak van valami alapja, az, hogy nagyon sokan meghaltak, az tény is való. De én azt gondolom, hogy megfelelő tapasztalattal, megfelelő tudással, és nagyon fontos, hogy nem szabad soha többet csinálni, mint amit te tudsz, meg amit a gép tud. Ha ezt a kettőt betartja az ember, akkor én azt gondolom, hogy ilyen borzasztó nagy baj nem történhet. Azért ezt is észre kell nagyon, hát főként ezt kell észrelni, mert azért levegő még mindig más, mint még egy autó, azt azért inkább el lehet sajátítani mondjuk egy amatőrebb szinten, itt viszont nem van ebben azért más lehetőségetek. Hova tovább? Tehát nem tudom, idén is lesz a bajnokság, vagy jövőre, illetve most van nálad egy új gép, amivel esetleg valami extrára készülsz? Hát az új gép, igen, az még sajnos nem érkezett meg. Minden nap beszélek a gyárral, mondjuk ez egy picit talán az én hibám is, hogy még nem érkezett meg, mert kötöttünk az extra gyárral egy dílt, és én belevittem ebbe a gépbe olyan fejlesztéseket, amik az én ötleteim, tapasztalataim, amikre ők is teljes egészében meglepődtek, és végül is megcsinálták. De hát ebből fakadóan nyilvánvalóan ez most mindig csúszik egy kicsit. Most a legutolsó időpont az augusztus vége, úgyhogy nagyon remélem, hogy tényleg meg fog jönni ez a gép. Ez a gép szintén olyan lesz, ami abszolút egyedi. És a súlylóerő aránya, a forgási sebessége is, azt gondolom, hogy ezzel majd megint fogunk tudni valami picit előrébb lépni, valami picit újat mutatni a világnak. Van most nálatok egy vadászgép, vagy egy ilyen kisebb kétszemélyes valami? Nem tudom, láttam egy képet a fészen. Egyik barátom, aki szintén repülőgép szerelmese, Komócsi Zoli, Komó Bece néven, sikerült neki szert tenni egy L-29 Delfin névre hallgató kiképző vadászgépre, ami a 60-as években került szolgálatba állításra Magyarországon. Farkas Berci annak idején még ilyen gépen kezdett el repülni, és azt hiszem, hogy 1983 vagy 84-ig ez a gép hadrendbe volt állítva Magyarországon. És egy ilyen gépet behoztak Angliából, ez a gép angol lejstromba repül, és hát a kecskeméti repülőnapnak is a vendége volt, együtt mentünk le kötelékbe ezzel a géppel, nagyon nagy élmény volt egy kicsit figurázni, és terveztünk egy versenyt is ezzel a géppel, ami egy kimondottan tényleg egy verseny lesz, és én is érdekesen állok ezelé a kérdés elé. Nádas Tominál kim voltunk egyébként nem olyan régen, és egy ilyen kis versenyszituációt kipróbáltunk, egy Lotus versenyautó, egy versenykamion, valamint te ugye a műrepülőgéppel, és egy ilyen gyorsulási versenyt tartottunk. Mondjuk ez inkább mutatvány jellegű volt csak. Ottól sikítoztam, ugye? Abszolút. Ez az. De én azt gondolom, hogy óriásian jól sikerült, és ugye nem lehet látni azért ezeknek az első pillanatra a végeredményét. Tehát azt azért nem lehet tudni, hogy amikor mondjuk ez a 1500 lóerős kamion meglódul, az egy olyan fantasztikus érzés volt, hogy azért ott a repülő sehol nem volt elejével. Aztán teljesen mindegy, hogy mit csinálta, az ott hagyta. És most azért erre is azért, hogyha föltennénk a Facebookon egy kérdést, hogy na gyerekek, ki mit gondol, azért nem biztos, hogy az emberek azt gondolnák, hogy egy Lotus versenyautó, egy műrepülő versenygép, meg egy kamion közül a kamion megy el elsőnek. 1500 lóerő. Ki mondani sok? Iszonyatos. És 16 éves kisrác vezette. Igen, hát a Benny az olyan fantasztikus, hát ez hihetetlen. Beültették a kamionba, és az egész nemzetközi mezőnyt lealázta, és megvert mindenkit 16 évesen. Tehát, és az MAN-nek a gyári kamionja, ezt azért tegyük hozzá. Néztek az emberek, hogy az Oxo Team ez mi, és mi ki ez a kisrác? Mondod el a flash-t, amikor kiszállt, vége volt a versenynek, megnyert, kiszállt a kamionba, és várták, hogy akkor egy felnőtt ember, van jó testes, és kiszállt egy alacsony. Sziasztok! Jogsítványos, ráadásul. Neki jogosítványa, tehát ez a legnagyobb, ugye koránál fogva nem is lehet neki jogosítása, de ez azt hiszem, hogy a vezetési képességeit ez nem befolyásolja. Sőt, talán még szerencsésebb is, mert neki még semmiféle nem érzete nincs. Én már lehet, hogy kevésbé nyomnám. Ha kíváncsiak vagytok egyébként, akkor keressetek rá a neten, meg lehet találni Nádas Tomi oldalán is, nálunk a Fix TV-nél is ezt az élményt, tehát versenyzés, műrepülő, stb. Ilyen címszavakkal biztos, hogy meg fogjátok találni. Van neked egy nagyon klassz kis hobbid egyébként a repülés mellett, hiszen a víz szerelmese is vagy. Erről mesélj kicsit.
Hát minden, ami vizes sport, az jöhet, de ami így az elmúlt 5-6 évben hódít, az a kite, ami valahol azért szintén egy kicsit kapcsolatban van a repüléssel, és hát aki próbálta már, annak aztán nem kell elmondanom, hogy mennyire lehet szintén beleszeretni ebbe a sportba. Ugye deszka, víz, szél, ernyő, hullámok, tehát nagyon sokrétű a dolog, hatalmasakat lehet vele ugrani, persze hatalmasakat lehet vele esni is, úgyhogy nekem még a vállam az most se százas egy 2010-es eséstől, tehát 2010-ben estem egy nem kicsit, és azóta a kezembe van némi gond, de azt lehet mondani, hogy szerencsésen megúsztam. De minden esetre ez egy csodálatos sport. Még egy kis extrémitás írólad, azért te ilyen ember vagy, szeret az ilyen dolgokat. Közben itt a szünetben beszéltük, hogy viszonylag sokat kérnek fel így bemutatózni nemzetközi szinten, és itthon is nagyjából milyen állomások vannak, ha valaki kíváncsi lenne rád úgymond élőben? Hát ez az év volt talán ilyen bemutatók szempontjából a legjobb. Minden hétvégén volt egy, minimum kettő, volt, hogy három bemutató. És most a következő a Sunshine Festival itt az Aquabirdbe hétvégén, és hát azt mondhatom, hogy talán eljött az a pillanat, amikor élvezem minden porcikáját ennek, mert ugye hát ez a csúcs, amikor az ember meg tudja mutatni, hogy na mit is tud, és tudja szórakoztatni az embereket, ezt egy fantasztikus speakerrel, Zsenyával, aki MiG-21-es pilóta volt, és minden mozdulatát el tudja magyarázni az embereknek, hogy valójában mi történik, hogy történik. Az idén nem volt rajtam az a borzasztó nagy nyomás, hogy versenyezni kell, versenyre kell készülni, és a kecskeméti repülőnappal egybeesett az Európa-bajnokság, a többiek még mindig kim vannak az EB-n. Én úgy gondoltam, mivel Hende Csaba miniszter úr hívott meg, hogy ez a kecskeméti repülőnapra nekem itthon kell maradnom, és meg kell mutatni, hogy itthon is azért tudunk egy szép bemutatót tartani. Október 9-től az Egyesült Államokban, Észak-Texasban lesz egy világbajnokság. Hát oda nagyon készülünk, egyelőre még a kijutás az kérdéses, de ennek nyilvánvaló, hogy anyagi okai vannak, azért egy ilyen repülőt szétszedni, repülővel kivinni, ott összerakni, ez azért nem egyszerű dolog. Ha nem a saját gépeddel tudsz menni, akkor gyakorlatilag az esélyed sincs meg arra, hogy valahol jó helyen végezzél, vagy legalábbis nagyon-nagyon lecsökkennek az esélyeid. Hát majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Hát akárhogy is, hogyha sikerül, akkor sok sikert hozzá, ha nem, akkor pedig csak továbbra is fellegekbe föl és szórakoztass minket, és erre pedig kíváncsiak vagyunk erre az új gépre, ha majd megjön, valamint a kis vadászgépre, úgyhogy szerintem kimegyünk majd hozzá és kipróbáljuk. Szeretettel várlak benneteket, és ott a helyen az első ülésbe, Attila, ismét. Kipróbálod. Megint végem. Igen. Én majd sikítozok megint alulról. Figyelj, én megmondom őszintén, Tomi, én elájulnék, én nem bírom, nyomnám velem egy ilyen fik-fruk-frak, és kérdeznéd a mikrofon, hogy megvagy még? Majd kipróbáljuk. Beadatjuk, és ott fog majd fölébredni. És... Jó! Ne! Köszönjük szépen, vendégünk Nádas Tamás, mirepülő világbajnokunk volt, nézzetek utána, fantasztikus videóik vannak, és folytatjuk természetesen akkor így ezt a közös kis extrémkedést. Köszi szépen, Tom. Köszönöm szépen nektek, és jó további, jó szórakozást.